Kámia, ünneplés van, mert kár hiszitek, akár nem, összegyűjtöttem 20 forrást a szakdolgozatomhoz. Ez nem jelenti, hogy egyébként el is olvastam a forrásokat. Csak random 20 forrást összegyűjtöttem, hogyha azt kérik, hogy adjam le a vázlatot, és hogy mégis mit szeretnék, és csatolják hozzá 20 forrást, akkor meglegyen. Szóval, mondjuk úgy, hogy haladtam. Úgy csak kell használnom azokat a forrásokat konkrétan, amiket ne adok a listán. Simán még változtathatok utána. Szóval... elindult a szakdolgozatom. Ismét, hogy aztán megint megálljon 2 hétig, mert így csinálom, úgy tűnik. Az a baj, hogy hiányzik Émon. Mert most nincs vele óránk, és nem ad tanácsot. És szükségem van Émonra. Mert ő a biztonság az egyedülön. Ő mindenre tudja a választ, mindenre tud forrás. Ő egy ilyen jóságos manó, és hiányolom. Persze nem jelenti azt, hogy Paul, aki az új kedvencünk, ne lenne tökéletes, és imádnivaló, és csodálatos, és szórakoztató, leginkább szórakoztató, nagyon, nagyon szeretem Paul-t. A legutóbbi órán, ugye 2 óra van egy nap, szóval mind a kettőn hozta a formáját, mert az első órán arról beszélt, hogy hogyan kell szakdolgozatot írni, mármint formailag, szóval ez ilyen összes plágium, meg mindenféle hülyeség, amivel mindig tartanak előadást, és azért mindig utána rájövök, hogy úristen, én nem is így csinálom, aztán mindig 5-ös kapok az eszémű, szóval... Na mindegy, a lényeg az, hogy erről volt az óra, ami... nagyon-nagyon unalmas tud lenni. De természetesen Paulnak megvannak a saját trükkjei ahhoz, hogy izgalmassá tegye, vagy legalábbis szórakoztatóvá, és amikor megy az óra, és ő csak azt mondja, hogy ha nincs jó bevezetésed, akkor az emberek azt fogják hinni, hogy egy őrült gyilkos vagy. És így, hogy mi? Mi van, Paul? Na baj! Elmagyarázom. Szóval, ha én most megfogom a kezedet, és elkezdek lecsétálni, és azt mondom, hogy lemegyünk a lépcsőn, kimegyünk az épületből, átmegyünk a zebrán, beszélünk erre a buszra, leszállunk erről a buszról, elmegyünk az utcán, aztán ott balra fordulunk, akkor egy idő után, hogyha elég sok helyet csinálom, akkor úgy fogod mondani, hogy úristen, ez az ember most elvisz engem valahova, ahol meg akar ölni. Na de, ha azt mondom neked, hogy na gyere, megmondom neked, hogy hogy jutunk el ebbe és ebbe a színházba, most nem megyünk a lépcsőn, akkor mégsem olyan ijesztő. Úgyhogy ezért kell, hogy jó bevezetése legyen az eszének, mert különben azt hiszik az olvasók, hogy meg akarul ölni őket. Ezt tanultam múlt hét csütörtökön. Ah, Paul. Imádom Paul-t. A második óra is nagyon jó volt, az más szempontból, mert egyébként az a témailag is érdekes volt. Mert hogy a leszbikus színházról beszéltünk, és a darab, amit olvastunk, az egy átirata volt a Vágyvillamosnak. Volt külön videó is az előadásról, és annyira idegesítő volt, mert valószínűleg, illetve hát nem valószínűleg, most már tudom. Szóval amikor elolvastam a darabot, akkor tökre tetszett, és így voltam, hogy milyen jó, és tök jó monológok vannak benne, és tök érdekesek az mindenféle. Ott elfutott egy kutya, de nagyon gyorsan. Bocsánat. Szóval, hogy érdekes volt, jó ötletek voltak benne. Nem feltétlenül láttam, hogy rakják színpadra, de utána megnézhettem, hogy rakják színpadra, mert hogy küldött róla egy videót. Eleve a videó borzasztó minőségű volt. Néha ilyen, tudjátok, ez az ilyen fura hang, amit adnak a kamerák, vagy a tévé, vagy a nem tudom. A lényeg az, hogy ez az ilyen... ilyen néha belejött, és akkor nem lehetett hallani, miről beszélnek, de ami a legidegesítőbb volt az egésszel kapcsolatban, hogy valószínűleg ez egy ilyen kis közösség, akik mindenkit ismert, és azért mindenen nevettek, de tényleg mindenen nevettek, és azt érezted, hogy nem érted a poén, és hogy tulajdonképpen elolvastál egy darabot, és nem érted belőle semmit, mint kiderült, pedig azt hitted, hogy azért mégiscsak egy ilyen jó, nem tudom, 80%-át felfogtad. És annyira idegesítő volt, és nem is lehetett élvezni az egészet, mert folyamatosan röhögtek, és nem értettem, hogy mind. És ez felmerült az órán ez a kérdés, hogy
Paul például mindenen ugyanúgy röhögette, mint a közönség. És Chris, aki egyébként már eljegyezte magát a barátjával, és várnak az esküvőikkel addig, amíg találnak maguknak házat. Chris azt mondta, hogy ez lehet, hogy némely embereknek bántó, vagy legalábbis megosztó megjegyzés lesz, amit tesz, de szerinte a melegek a lehető legrandomabb pillanatban szoknak nevetni. És ezt tudom az egyetemen. Ez volt Paul. És Chris. És a csodálatos csoportom. Úgyhogy minden csütörtöket lelkesen várok, hogy vajon ma mi történik? Holnap megint színházba megyünk. Meg most várom, hogy a Kárnél vajon válaszol-e, mert akkor rendezzük, hogy még egy másik darabot megnézünk ketten. És az a kérdés most, hogy pénteken vagy szombaton nézzük meg. Egy 13 éves kisfiú játszik benne, és Hamletről szól, a kis Shakespeare gyereke volt. Ja, reméljük jobb lesz, mint a Kenneth-ben a film, mert egy kicsit zavaros volt. Egyébként az ötlet jó volt, mondjuk annyira rossz moziban voltam, de jó ég. A felvetítő vászon világosban volt, mert hogy annyira kicsi volt a terem, és annyira világos volt a kis képecske, hogy itt van a vészkijárat, hogy rávilágította az izére a képre, és hogyha sötét volt a kép, mondjuk mit tudom én, este volt, akkor nem lehetett látni, hogy mi történik. Egyrészt. Másrészt, olyan film volt, amiben egy csomószor volt csönd, és nyilván volt értelme annak, hogy csönd van, mondjuk az esetek 85%-ában. Egyszer tudtad, hogy nem volt egy olyan, amilyen kicsit túltoltuk a dramatizálást, Mr. Brana, Sir Brana. Sir? De amikor csönd volt, akkor eltaláltad a moziteremben, hogy kicsit lerombolja ezt a drámai hangulatot. Úgy gondolom. De mindegy, ma színházba megyek holnap, és lehet, hogy holnap után, meg azután valamelyik nap. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok. Főleg a Hamletre, hogyha szerzek le egyet. Most már kéne szereznem le egyet, csak várom a választ. És hamarosan lefoglalom magamnak a szállást Galway-ben, mert az Aaron Islandre úgy tudok elmenni, hogy előtte egyszer ott alszom, és akkor másnap megyek a komphoz. De nagyon izgalmas, mert találtam egy olyan helyet, aminek az a neve, hogy Kajöpszing, és az azt jelenti írül, hogy szék, szóval szink széke is ott szeretett ülni, amikor ott volt, és annyira izgalmas. És ha már szing, akkor a limájt, és a borítót. Valami kirepült. De nem nézem meg. Vagyunk a kupával. Visszateszem. Mert rendes ember vagyok. Becsületes.